üvegezett kirakatban, átcsurog egy fabában, fajankó e fabád neve, fa keze van s falában, fából van a kerek feje, s nem jár fa iskolában. Szervusz, Tamás! Szia! Úgy definiáltátok a muzsikátokat, hogy megzenésített vers. Milyen versek közül válogattok elsősorban? Hú, hát ez nagyon régről datálódik, hogy egy picit korábbról kezdeném, ha megengeded. Ez a zenekar egy majd 30 éves zenekar. És hát eleinte, hogy a működésünk nagy részében a stílusjegyeinket illetően, meg a hangszerelésünket illetően, mi alapvetően egy magyar népzenei behatású, meg kelet-közép-európai népzenei behatású csapat voltunk, de nem népzenét játszottunk, hanem olyasmi dalokat írtunk, amik hasonlítottak ezekre a népdalokra. És aztán szövegíró hiány, mi a versekben találtuk meg ezeknek a daloknak a szövegeit, innen indult, és hát ugye ezt korábban nem egyeztettük az akkori szerzőkkel, hogy jó dolog, egyszer lenyúltuk, és aztán szóltak hozzá, amit szóltak, nem voltak ebből különösebb gondok, de hát így történt az elején, hogy erre válaszoljak. Később aztán már tudatosan versolvasóként, meg irodalom szeretőként tudatosan olvastunk verseket, és azokat a verseket választottuk ki megzenésítésre, hát amelyek mondjuk találkoztak a mi hát ízlésünkkel, érdeklődésünkkel, habitusunkkal, azokkal a gondolatokkal foglalkoztunk, ami minket is foglalkoztatott. Hát aztán így választottuk ki a verseket. Gyerekkoncert esetében is meg, vagy a gyerek dal esetében is, meg a felnőtt dal esetében is. Kortárs versek ezek elsősorban, vagy korábbi időszakról válogattok? Korábban inkább klasszikusokat, de magyar klasszikusokat, és József Attila, Vörös, Nagy László, ilyesmiket dolgoztunk fel, de mostanában az elmúlt években már inkább kortárs, magyar kortárs költők verseit hát dolgozzuk fel és interpretáljuk dallá, akikkel aztán így kapcsolatba is kerültünk. Tehát ez már nem egy olyan munka, hogy mi az ismeretlen szerzők verseit megzenésítjük, hanem már telefon, e-mail és személyes kapcsolat után történik ez a munka. Milyen tematikájú műsoraitok vannak? Mert ha jól tudom, akkor egyaránt célozzátok a gyermekeket és a ifjúkorúakat, felnőtteket is. Különösképpen nem tematizáljuk. Hogyha vannak alkalmak, jeles napok, amikre felkérnek bennünket, akkor természetesen az odavágó dalokat vesszük elő. De hogyha egy általános gyerekműsorra kérnek fel bennünket, akkor egy irány el van, hogy ott ne unatkozzanak a gyerekek, felnőttek, tanárok, meg akit érdekel ez a dolog. Tehát megpróbálunk dinamikus, pörgős, interaktív műsort csinálni, hogy azon túl, hogy a dalok szépek vagy jók vagy sem, történjen más is, tehát megvalósuljon valami jó buli is, az 50 perc alatt, egy óra alatt, amit ma is szeretnénk, bár közönség nélkül. Úgyhogy tematizálni csak mondom abban az esetben, hogyha a megfelelő jeles napnak rakérnek fel bennünket, és akkor annak megfelelően választok ki, mondom, ezeket a dalokat. Ez tetszett, hogy az előbb így megbicsaklottál az interaktív szónál, mert az előző beszélgetésnél is pont ez a szó volt egy ilyen kulcspont, így mondta a hölgy, hogy hát igen, manapság már minden interaktív. A részedről ez miért volt? Hát ugyan egy kicsit elcsépelt a szó azért. De hát valójában ez történik, de annyit alkalmazzuk, hogy már nem szitok szó ez az interaktív. Úgyhogy de ez történik. Tehát ezt szeretjük, igen, hogyha nem csak ül egy közönség, hanem valójában együtt hozzuk létre azt az egy órás estet, vagy nem tudom, délutánt. Tehát akkor lényegében ugyanaz a produkció, csak egy kicsit a színpadi mozgásotok más, a gyerekekkel, meg mondjuk a felnőtt közönségnek játszotok? Mozgás, hát a gyerekműsorokon nyilván mozgás is van, hiszen kijönnek a színpadra, mi oda megyünk a nézőtérre helyenként. Nem ugyanazt a sablont játsszuk végig, mindig, ami foglalkoztat bennünket. Tehát nyilván van egyfajta stílus ennek a produkciónak már, amitől nem tágítunk, vagy nem szeretnénk tágítani, de nem arról van szó, hogy egy 10., 15., 20. garabonciás koncert az ugyanaz, és akkor aki látta az 5., vagy az első 5-öt már nem kell eljönni. Nem, azért próbálunk változtatni mindig. És mi volt előbb? Tehát a gyerekek irány volt előbb, vagy a felnőttek irány? Mert hogyha a felnőttek, akkor hogy csöppentetek így a gyerekek részére, így a szórakoztatóiparban, ha mondhatjuk így? Hát nehéz válaszolni, melyik volt előbb, talán egy időben jött. Tyúk vagy a tojás. A dolog,
Azt hiszem, hogy ez valamikor tényleg az ősidőkben, amikor mi elkezdtük, akkor valahogy én rockzenét is játszottam, több olyan muzsikával, zenekarban is voltam, ami nem talált megfelelő fogadtatásra, vagy miattam, vagy a közönség miatt, vagy miattunk a zenekar miatt, de jött egy ilyen gondolat. Ismertem akkor a Kalákát, a Sebőt, Halász Judit lemezeket hallgattunk, Koncsuzsa lemezeket. Csináljunk ilyesmit, és aztán csináltunk, bejött. Ezért maradt ez a dolog is, de hát folyamatosan játszottunk felnőtteknek is, hiszen mondjuk a 90-es évek végétől, vagy a 90-es évek közepétől egyetemi klubokba játszottunk, vagy jártunk játszani. Ma már ez nincsen. Tehát akkor ez még nagyon bevett dolog volt, hogy vagy akár egy koleszba, egy egyetemi koleszba este hívták a csapatot, és akkor egyszerűen irodalmi, zenés irodalmi együttlét volt, ami már nincs, azt hiszem, legalábbis mi nem járunk. Saját dalaitok is vannak, vagy azért elsősorban ez inkább az, hogy ugye a költészetet zenésítitek meg? Saját dalunk, de a költészetet zenésítjük meg. Tehát a dal ugye két dologból tevődik össze esetemben, és a szövegből, meg a zenéből. A zene az mindig saját, viszont a szöveg sohasem. Mondom, kezdetben nem is kérdeztük meg a szerzőket, hogy ők is akarnák-e, hogy mi ezzel foglalkozzunk. De most már az elmúlt években már előtte keresem meg az illetőt, és elmondom, hogy mit szeretnék. Többnyire örülnek neki, fiatalokról is van szó, ha említhetek neveket. Hétvári Andrea, Bartos Erika, Venyrau Katalinő, egy kárpátaljai könyvtáros tanárnő, költőíró, vagy a legújabb kedvencünk Kovács Enikő, aki onnan származik, ahonnan mi, Györmoson, Sopronból, és Edikó művész néven alkot. Szóval a legújabb kedvencünk, de ők nem a gyerekműsorainkban hallhatók az ő verseinek dallá formált változatai, hanem a felnőtteknek játsszuk azokat. Reggel, mikor arra megyek, nem ez oldal, Amazon, ráköszönök, süvegelek, s nem köszön e fazon, pedig fején fakalap van, s a falábán fa papucs, némán áll a kirakatban, azt sem mondja fa papucs. De mit éri fa barát?